Egyszer volt, hol nem volt, a keletmecsek lábainál volt egy régi bányászfalu. Ebben a kis faluban egykor nagyon-nagyon boldog és tehetős emberek éltek. Rendezett környezetben vidáman élték napjaikat. Dolgoztak és gazdálkodtak. A településre jellemző fauna a lábas jószágokból állt. Malacok, csirkék, marhák és galambok. Sajnos napjainkban már sem a rendezett városkép, sem a régi fauna nem jellemző. Hogy mi van helyettük? Azt mutatja be ez a kis film. A nyári hónapok legjellemzőbb állata a mesztelencsiga. Ez a jószág mindenhol és mindenen előfordul. A városban, az aszfaltozott utakon megtalálták élőhelyüket a kacsák. A kátyukban úszkálnak és mesztelencsigákat esznek. Tovább folytattuk volna kirándulásunkat, ha az 1000 éves római hadiútnál is rosszabb állapotban lévő Jókai utcai járdán a teherhordó csacsing ki nem törte volna a lábát. Szegény csacsing nélkül folytattuk utunkat, és a város központi parkjában újabb érdekes állattal találkoztunk. Nini egy zsiráf. Úgy látszik, kedveli a nyakigérő parlagfüvet és csalánt, mert boldog és gondtalan ábrázattal bámul a kamerába. Sár és kacsák, kacsák és csigák, csiga és zsiráf. A bányatelep felé folytattuk utunkat, ahol a szarvaspatak partján, hatalmas szemétdombon egy kis kakast találtunk. És most a brikettgyár, illetve ami megmaradt belőle. Az úton felfelé haladva észrevettünk két hazudós táblát. Az egyik fennen hirdeti Nagymányoki brikettgyár, a másikon pedig látható a volt szeméttelep nyitvatartása. A volt gyár területén is találkoztunk egy különleges állattal, illetve a nyomaival. Egy hatalmas vakond élhet itt, aki össze-vissza túrt mindent, és valószínűleg szigetelést eszik, és fáradt olajat iszik. Meg is találtuk az éjszakai szállását, ahol rengeteg enni és innivalót hordott össze. Üveg és salakgyapot, azbeszt, kátrány, hordószám a fáradt olaj. Látkozott egy állat, nézzék, milyen rombolást végzett.